Az örményországi Jerövámban megrendezendő versenytánc világbajnokságra utazik a szexárdi Palásti Nándor és partnere Dienes Rozália. A páros jelenleg ötödik helyen áll a magyar ranglistán. A Magyar Tánccsoport Szakszövetség felkérését a fiatalok átgondolták és elfogadták, mondta Palásti Nándor. Pénteken utazunk ki repülővel, Szombaton felkészülünk lelkiekben és testilegben a versenyre. Vasárnap fog zajlani a verseny, erről lesz élő közvetítés neten is. Valamit lehet, hogy a tévében is Örményországban, ezt nem tudom pontosan. Itt lesz egy felvonulás, ahol minden országból a párosok felvonulnak, minden országból Kína, Amerika, mindenhonnan, európai országokból és mindenhonnan. Nándor jelenleg Pesten végzi edzéseit, ami sokat segített a fejlődésében. A sportoló hozzátette, a táncot nem egyszerű összeegyeztetni a tanulmányokkal. Ott megismertem Hidi Balázsékat, ők most a világranglista 15. helyén állnak. Ők a tanáraim, valamint András Szilvesztré és Váradi Martina, ők világbajnokok. Őnek köszönhetem igazából a karrieremnek a azt a részét, hogy ide kerülhettem, és elindulhatok egy világbajnokságon. A versenyen 62 pár fog indulni, az első szám szambatánc lesz. Ezt 10 tag fogja értékelni. A döntőbe végül a legjobb 6 produkció jut be. Magasak az elvárásaink, szeretnénk tovább jutni, szeretnénk minél előbb végezni. Nehéz lesz, mert, mert a legtöbb... Párosak itt versenyez, magántanuló, nem is jár iskolába, vagyyesmi, de én is, én is és Rozi is járunk iskolába, aztán megyünk Peste edzésre. Nehéz ezt megoldani, de igyekszünk. A páros munkáját a megfelelő felkészülés érdekében mentáltrénerek is segítik.